Isten nem hagyott minket egyedül, talán ez a pünkösd legfontosabb üzenete a reformátusok számára. A pünkösdnek rengeteg nagyszerű üzenete van számunkra. Az egyik legfontosabb, amit szeretnék elmondani, az, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva. Tehát Jézus, amikor készült elmenni ebből a világból, akkor ő azt mondta, hogy nem hagylak titeket árván, nem maradtok egyedül. Én elmegyek ugyan, de nem maradtok egyedül, hanem elküldöm hozzátok a Szent Lelket, aki pártfogol majd titeket, vigasztal titeket, bátorít titeket. Tehát nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon fontos dolog, az Istennel folyamatos kapcsolatban lehetünk a Szentlélek által. A mai igehirdetésnek a lényege tulajdonképpen ez lesz, meg az, hogy a Szentlélek biztosít bennünket nem csak arról, hogy nem vagyunk egyedül, hanem arról is biztosít bennünket a Szentlélek, hogy befogadott emberek lehetünk. Úgy kell ezt elképzelni, vagy úgy érthetjük meg ezt a legjobban, ha az árvaságra, vagy arra az állapotra gondolunk, amikor egy gyermeknek vannak szülei. Nekünk a Szentlélek által Isten az atyánk lett. A Szentlélek köt össze bennünket a mi mennyei atyánkkal. Hogyha a Szentlélek nincs bennünk, és nem vagyunk élő kapcsolatban hitáltal az Istennel, akkor árvák vagyunk. De a Szentlélek belehelyez bennünket a fiúságnak, az Isten gyermekségnek ebbe a csodálatos állapotába, és közli velünk Istennek az ajándékait, szeretetét, jóságát, ugyanakkor mi pedig általa fordulhatunk oda Istenhez bizalommal, gyermeki hittel, és kérhetünk bármit tőle. Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ez az Isten igéje, ez az üzenet, és ebből kiindulva hirdetem majd a gyülekezetnek is az evangéliumot, az örömüzenetet.